Önök a Kultúrszobát, a Tolnatáj Televízió kulturális magazinját látják, köszöntöm nézőinket! Október 1-e a Zene Világnapja. A nap folyamán számos zenei rendezvény zajlott Szekszárdon. Felléptek az iskolákban zenei csoportok. A szokásoknak megfelelően díszhangversenyt szervezett a Szekszárdi Kamarazenekar, és rendhagyó órát tartott a Művészetek Házában Lakner Tamás, a Szélkiáltó Együttes alapítója, a Pécsi Tudományegyetem művészeti tagozatának dékánja, aki a muzsika és az élet kapcsolatáról beszélt. 1975. október 1-én Torontóban az UNESCO elfogadta Jenuhi Menuhi javaslatát, legyen egy nap, amely a muzsika fontosságára hívja fel a figyelmet. Menuhin elképzelése szerint a zene a zaj antitézise. Ekkor a világhírű karnagy az EN zenei tagozatának volt elnöke, és így tett javaslatot a világnap bevezetésére, amit a szakma támogatott. Bár a muzsikusok azt állítják, a zene ünnep a világnap nélkül is. De a fontossága egyre nő abban a világban, mely egyre inkább eltávolítja egymástól az embereket. Ahhoz pedig, hogy az igény megszülessen az emberben a mindennapi zene után, gyermekkorban kell megalapozni. Ehhez a családokban és az oktatásban kell lépéseket tenni idejekorán. Ezt már Lakner Tamás, a közismert Szélkiáltó Együttes alapítója, a Pécsi Tudományegyetem dékánja mondta azt a rendkívüli énekórán, melyen a garais diákokat oktatta a zene és az élet kapcsolatáról. Lakner Tamás az állandóság és a változás viszonyát próbálta a zenén keresztül megértetni a hallgatósággal. A művészeti nevelés eléggé ki van szorítva az iskolákból, ami nagyon nagy baj, mert azt gondolom, hogy teljes ember csak úgy lehet nevelni, jó testi, szellemi nevelés, az annak megvan a tere, de a lélek ápolása az hiányzik, de így lenne teljes a dolog, és ez sajnos nagyon egy jó dolog. Ez a legfontosabb pedagógiai tevékenység ilyen esetben, hogy meg tudjam járni a gyereket annak az ügynek, amit én szeretnék képviselni. Én a Filharmónia Magyarországnak az ifjúsági koncertjeit, és én szerkesztem is, vezetem is nagy részt, tehát bejárjuk minden évben három megyét, ez kb. Olyan 60 koncertet jelent. Hát igen, ez egy misszió. Így mondom, próbálkozunk. Hát valamit tenni kell, mert borzasztó nagy az ellenállás ez ügyben. Az ellenállás most úgy értem, hogy a média ellenállása, hiszen a média többségében nem az értéket közvetíti, pedig hát neki kellene úgy csinálni a dolgokat, hogy az ízlés megfelelő irányba formálják, de itt ugye az üzlet meg egyébek hát közben játszanak, ezt tudjuk. A középiskolások láthatóan meglepődtek, de élvezték a különleges foglalkozást. Nekünk ezen a feladatunk, hogy kinyissuk a szemüket, a fülüket erre a világra, hogy ez mennyivel értékesebb, mennyivel többet ad, mennyivel többet tud hozzátenni a személyiségemhez, a személyiségem fejlődéséhez. Tehát nyilván itt ennek a dolognak ez a feladata. A Szekszárdi Kamarazenekar minden ünnepen olyan koncertet ad, melyre meghívja a Szekszárdi Zeneiskola egykori tanítványait. Földesi Lajos, a zenekar művészeti vezetője azt vallja, ha egy zenész játszani kezd, megváltozik körülötte minden. Mióta Menuhin javasolta október 1-ét a zene világnapnak, azóta nagyon nagy változás történt a világban. Hosszú évtizedekig a zene világnapjáról csak belső körök, idézőjebben persze a belső köröket, de nem tudott mindenki, egész egyszerűen nem tudott mindenki. Szekszárdon a zenéskával együtt mi kezdtük el, a kamarazenekar kezdte el az világnapi koncerteket. Nem a kezdetétől, tehát nem 84-es alakulásunktól, hanem jóval később, valamikor a 90-es években. Az, hogy
hogy közben egésznapossá vált a zenevilágnapi koncertek, ad hoc koncerteknek is a sora. Ez egy nagyon örvendetes hír. A kínálat, a túlkínálat, én azt hiszem minden területen ez a legnagyobb veszélye annak, hogy bizonyos dolgokra fel tudjuk hívni a figyelmet. Én azt figyeltem meg, hogy volt egy időszak, amikor, és most is ezt mondják a zeneiskolai tanárok, az igazgatók, hogy egyre kevesebb gyermek akar foglalkozni a komoly zenével. Ez a mi felelősségünk, mert azok, akik ezeknek a gyerekeknek a szülei, azokat már mi neveltük. Bizony, ugye a 30 körüli 25-35 éveseket már mi neveltük. Tehát, hogyha valami elromlott, akkor nem csak a média, tehát, hanem mi is. Épp ezért nem tartom jónak, hogyha nem beszélünk eleget ezekre a dolgokról. Viszont azt kellene csinálnunk, hogy minél hamarabb megfogni a gyerekeket. A nap szervezője a Pécsi Tudományegyetem. Solymosi Péter trombita művész is a szervezők egyike volt, aki maga azt vallja, a szülői példamutatás vezetheti a gyerekeket az igényes zene felé. A család az nagyon fontos, és az első szerepen van, de az iskolának is mellé kell állni, hogy kinyissa azt a látókört. És hogyha például egy osztályfőnök, egy pedagógus elviszi, vagy segíti abban a növendéket, hogy egy koncertre eljusson, és esetleg magyaráz neki, mesél, beszélget róla vele, akkor ez még nyitottabbá teheti ezt az utat. Akit nyitottá tesznek valami iránt, az nyitottabb lehet később. Nekem is van saját példám, nekem is van gyermekem, és nem tuszkolom be ezekre a koncertekre, de mégis, amikor a nyáron eljött, és ő meghallgatta ezt életében először, hát hiszen még csak 10 és 9 és 3 évesek a gyermekeim, de a 9 éves fiam sírásba tört ki, hogy ő neki annyira tetszett. Én azt hittem, hogy teljesen más oka van, hogy fáradt, vagy már menne, de kiderült, hogy azért tette ezt, azért érzékenyült el, mert neki nagyon tetszett ez a dolog. És én nem erőltetem, tehát Isten látja a lelkemet, hogy otthon nem nagy kanállal verem bele a klasszikus zenét, de mégis azt gondolom, hogy persze hallja, de nem olyan nagy dózisba, de megérinti, nagyon megérinti, és ezáltal nyitottabb is lesz rá biztosan egész életében. Menuhin azt mondta, a zene segítségével az emberek olyan dimenziókat tapasztalhatnak meg, mely a lét alapvető lényegét hozza el a befogadó számára. A zene dekódolásának tanítását pedig minél kisebb korban érdemes elkezdeni annak érdekében, hogy élvezni tudja az ember egész életében. A Vosinszki Mor megyei múzeum a kezdetektől csatlakozott az országosan is meghirdetett Múzeumok őszi fesztiválja programsorozathoz. A megyei múzeum élen jár a múzeum pedagógiai foglalkozásaival és újításaival, aminek köszönhetően az intézmény ma már nem kizárólag leletek és történelmi korok bemutatásának háza, hanem egy színes és látogatott közösségi tér is. Mondanom sem kell, hogy a pincétől a padlásig elnevezésű rendhagyott állatvezetés is a legnépszerűbb programok között szerepel. És bár stábunknak többször volt szerencséje a fenti helyekre bekukkantania, ezekre a színfalak mögötti helyekre érdemes visszatérni, és nem is igen lehet megunni a bámészkodást, például a padlás csontokkal teli zsákjai között. Nagyon izgalmas kalandúra. Mit gondoltak? Mit őriznek a múzeumban? Milyen nincsen? De csontváz, nagyon ügyes, hogy bizony csontok vannak. A régészet, tudjátok, különböző feltárásokból származó leleteket vagy raktárba tárolják, vagy tulajdonképpen a padlás is egyfajta raktári szerepet tölt be. Bátra ki a szerencse, no meg az elsőbség is. Én megfélős vagyok, úgyhogy a kamerával maradunk hátvédnek a biztonság kedvéért. Mi lehet ez?
Fog. Bizony, és milyen állat? Mamut. Nagyon ügyes, bizony, a jégkorszak idején mamutok éltek Torna megye területén, Dunaföldváron találtak mamutokat, és annak a foga. Hát ilyen bizony a nagyszülők padlásán sincsen. Ez a mamut csigolyája. A mamut milyen állat volt? Mit tartotta a testét? Gerinces, ugyanúgy, tehát mint ugye leszármazottja az elefánt, tehát ugyanolyan gerinces állat volt, és a gerinc oszlopot csigolyák tartják. Ide nem mindenkinek engednek bejárást, akár még baljóslatú is lehet egy laikusnak, ahogy a csontokkal teli papírzsákok mellett lépegetünk a Megyei Múzeum padlásán. Csak az én lábszárcsontom ne végezze ilyen zsákban. Kalandokat kerestünk, hát megkaptuk. Félreértés ne essék, ezekben a dobozokban nem diafilmek és kőmaradványok, hanem emberi koponyák vannak egytől egyig. Egy kívülálló számára bizony elég bizarr raktári készlet. Mikor temették el? Hát ez körülbelül ez egy olyan népvándorlás, egy olyan, tudom én, 800 akkor került a sírba. Olyan helyekre visszük be a látogatókat, ahova egyébként nem mehetnének, például a padlásra, a restaurátorok műhelyébe, illetőleg megtekintetik a múzeumnak a szakkönyvtárát, ami úgy szintén csak szakmai személyek, tehát kutatók által látogatható. A múzeumok őszi fesztiválja, én már közel 15 éve országos nagy rendezvény, amelyet tulajdonképpen a minisztériumi kezdeményezésre a Szentendrei Szabadtéri Múzeum kezdett köztudatba hozni, illetve ők kezdeményezték ennek a rendezését, de tulajdonképpen bármelyik múzeum csatlakozhat hozzá. Most már az a tapasztalat, hogy országosan több mint 1600 múzeum csatlakozott ehhez a programsorozathoz, a nagy múzeumoktól kezdve a kicsi tájházakon keresztül nagyon sok kiállítóhely. A Vosinszky-Mór megyei múzeum munkatársai különböző programokkal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal készülnek évről évre az őszi fesztiválra. Mi kezdettől fogva, tehát 14. éve egészen pontosan, hogy meghirdetésre került ez a sorozat, úgyhogy kezdetektől fogva ehhez mi csatlakoztunk. Annyi változás van évek során, hogy a központi tematika az azért időnként változik. Azonban vannak olyan, ha úgy tetszik, közkedvelt témák, mint például zseblámpás kalantúra pincétől a padlásig, ami évek óta minden programban vagy minden tematikában szerepel. És helyben is vagyunk, mert mi is most ezen a programon veszünk részt, tehát vissza a helyszínre. És ugyan a program címe, ahogy el is hangzott, pincétől a padlásig, mi mégis ugye nem a pincében, hanem a padláson kezdtünk. Még hogy a múzeum látogatók nem szeretnek veszélyesen élni. A félhomályos padlást hátrahagyva meg is érkezünk a restaurátorok további titkokkal teli szentélyébe. A restaurátorok elsősorban régi tárgyakat, régészeti, néprajzi, történeti tárgyakat felújítanak, könyveket, fémeket, faeszközöket. Én régészként azt tudom mondani, hogy amit mi behozunk, az általában fémek, ugye a fa is elbomlik 1000 év alatt, tehát nem marad belőle semmi. Ugye a szövetek, papír, könyvek, ilyesmi, az szintén elbomlik. Az asztalon például a régészek által talált bronz ékszerek és mindenféle viseleti tárgy van most, amivel a restaurátorok éppen dolgoznak. Ez is fontos, hogy egy ilyen túra alkalmával a dolgozók nem rendezik át a munkaterületüket, ahová a csoportot fogadják, tehát minden úgy van, ahogy akár előző nap abba hagyták a munkát. Itt pedig középkori pénzek találtak, ezek ezüstök. Ugye mi általában bronzokat találunk, néha ezüst pénzek is előkerülnek, és nagyon ritkán aranypénzek is. Hát ez egyre jobban hangzik. Tudom, az eszmei történeti érték az, ami a matérián túl megfizethetetlenné tesz egy ilyen érmét. Tehát aranyat emlegetni egy hölgy füle hallatára, de most búcsúzunk is a restaurátor műhelytől.
Indulunk tovább, irány a pince. Vannak itt retro cuccok, amiknek kapcsán felmerül bennem a kérdés, hogy lassan már én is kiállítási darab lehetnék? Engedjék meg, hogy egy pillanatra e fölött elmélázzak egy kissé, éljek a hallgatás jogával, és mindeközben azért élvezzem önökkel a kiállítás képeit. Régen milyen volt a televízió? Bizony. És el sem tudjuk képzelni, hogy csak egy csatorna volt, amikor beindult a televíziózás. És hétfőnként nem volt adás, erre is emlékszünk még sokan, pedig nem is volt olyan régen, ugye? Vannak itt még csillárok, szifonok, írógépek, régi villanykapcsolók, de még telefonok is. Ó, beszép is nosztalgiázni! Gyertek, egy kicsit mutatok valamit. A fiókokat is minden további nélkül szabad kihúzni, mert itt nagyon-nagyon régi fényképezőgépek vannak. Kihúzhat, ezek is kezdetben fekete-fehér film volt csak. Többedik alkalommal jöttem már, én már pontosan nem tudom, de negyediket alkalommal már biztos hozok gyerekeket erre a rendezvényre, mindig előre figyelem. Elég jó kapcsolatot ápolok a múzeumpedagógussal, hiszen történelmi órákra is szoktam csoportokat hozni. Most egy alsó tagozatos osztályomat hoztam el, ők most ismerkednek a múzeummal. Itt a vége, fuss el véle. A múzeumok őszi fesztiválja és a rendhagyó programok folytatódnak egészen november közepéig. A mese gyógyír, a mese játék, a mese csoda, a mese hit, a mese lélek. Mosoly mindenki lelkére. A népmese napját immár 13 éve szeptember végén Benedek Elek születésének évfordulója alkalmából ünnepeljük. Én a három kívánság című mesét viszem, és hát tetszett. Jó hatással van rájuk, bővíti a képzeletüket, most is például a gyerekek mesehallgatás közben rajzoltak, el tudják képzelni azt a világot, amiről én a mesét olvasom nekik, és én is el tudom képzelni a világot, és mindenki másképp látja. Milyen mesét viszel az óvisoknak, és miért azt a mesét? A Bolond falu című mesét viszem, és azért, mert nekem nagyon tetszik, hogy ilyen humoros. A mesék azok csodák, és ezeket a csodákat mindig tovább kell adnunk. Élt egyszer az erdőben egy medve, meg egy farkas. Asszályos, rossz esztendő volt, nem sok ételhez jutottak. Mindkettőnek külön-külön már jó ideje, azt mondott az eszében, jó volna ellátogatni az emberek éléskamrája felé. Október 2-án a gyakorló általános iskola is mesebirodalommá változott. A Magyar Népmese napját a Magyar Olvasótársaság kezdeményezésére 2005 óta ünnepeljük. Céljuk az volt, hogy a népmesék fennmaradjanak, és a mesékben élő bölcsesség tovább hagyományozódhasson az új generációkra. A jeles ünnepnapnak Benedek Elek születésnapját jelölték ki. Szekcár Dontanc Tünde a Pécsi Tudományegyetem mesteroktatójának kezdeményezésére szervezték meg a mesélős programot. A szervezést tulajdonképpen az egyetemi karunk vállalta magára. Én már több mint 10 éve folyik mindig ez a program hagyományszerűen a karon, Tanc Tünde mesteroktató vezetésével. És éppen a Tünde mesélte most a megnyitón 10 órakor, hogy a kar neve ugyan többet változott, vagy sokszor változott, de a rendezvény az mindig ugyanaz maradt, hiszen az óvodásoktól a kari oktatókig mindenki részt vesz benne. Nagy bajba jutott az oroszlán, egyik napról a másikra faképnél hagyta a szakácsa. Azonnal hirdetést tett közzé, jó fizetséget ígért, de egyetlen állat sem akadt, aki bemert volna szegődni hozzá. Végül is elszaladtott a macskáért. Mi lenne a dolgom? Kérdezte a címos az oroszlántól. Összeállítani az étrendet, és naponta friss ebédet, vacsorát főzni. És a beszerzés? Aggályoskodott a macska. A mesém macskáról szólt, illetve oroszlánról. Ez a választásom pedig azért történt, mert nagyon szeretem a cicákat. Ők az egyik kedvenc állataim, és ezt a mesét is nagyon jó pofának tartottam, amit a gyerekek is kedvelhetnek. Nagyon szeretem a gyerekeket. Sok gyermek között nőttem fel, van sok testvérem, sok a kisgyermek a családban, és megfogott az ővelük való foglalkozás, hogy hogyan is lehet az ő életükben részt venni. Másnap a ruka van a soros, kérni mit hoz? Mi lesz a máj, máj, mondta megint a macska. A gyakorlóiskola és a gyakorlóvoda mindig szívesen vett részt ezeken a programokon. Tulajdonképpen a mostani rendezvény arra épül, hogy 4 generáció mesél egymásnak. Délelőtt a megnyitón az oktatók és a gyakorlóiskola tanárai meséltek a hallgatóknak,
Azután a hallgatók átjöttek ide a gyakorlóiskolába, mesélnek a gyakorlóiskolás gyerekeknek, és mi most a gyakorlóiskolásokkal átmegyünk a gyakorlóviba, és altatási időben mesét mondunk a gyerekeknek. Tansztünde tanárnő hívta fel a figyelmünket az iskolában, hogy van ez a lehetőség, és hogy nagyon nagy szeretettel várja azokat, akik szívesen olvasnának a gyerekeknek mesét, és úgy éreztem, hogy nekem erre, ha már van lehetőségem, akkor ebben szívesen részt vennék, és így akkor a gyerekekkel is tudok egy kis kapcsolatot tartani, nekem is jól esik, ha egy kis mesét olvashatok. Éva már az óvodásoknak mesél elalvás előtt a gyakorló oviban. Ő a Rest Macska című kis történetet vitte a gyerekeknek. Ez egy nagyon tanulságos mese, ami arról szól, hogy ne legyenek restek az emberek, tehát hogy mindig tenni kell valamit azért, hogy haladjunk egyről a kettőre. Tulajdonképpen a népmese, ami nagyon-nagyon lényeges dolog, és a karoktatói közöttük tanztünde tanárnő nagyon-nagyon sokat fektet a népmesékre, és a népmesék tanítására a hallgatóknak is, illetve nálunk is itt a gyakorlóiskolában ez fontos szempont. Mi például mindig a tanóra előtt, pihenőidőben vagy ebéd után a gyerekeknek alsó tagozaton mesét mondunk, a tanítónők mesélnek, mert a mesének egyrészt gyógyító hatása van, másrészt pedig a nemzeti kincsünk és gondolkodásmódunk és a magyar lelkületünk ebben benne van. És igazából a mesék az életről szólnak, és az életre tanítanak, és a gyerekek képzeletét nagyon-nagyon megmozgatják. Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra, és adjuk tovább az eleinktől kapott élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő mesebeli kincseket. Olvashatóak a megszívlelendő mondatok a Magyar Olvasótársaság 2005-ös felhívásából. Kisné Máté Rékának kiállítása nyílt a dunaföldvári Berze Nagy Ilona városi könyvtárban. A bonyhádi fotós Izlandon készült képeit hozta el, mely a jég és tűz országába kalauzolja el az érdeklődőket. Nagyon nehéz kedvenc képet választani, de talán ez a Lemmennel Neugernál volt, és itt összeér a hideg és a meleg víz például, tehát itt nagyon sokan beleülnek a vízbe, és egy kicsit áztatják magukat. Máté Réka kedvenc képét mutatja nekünk. Mint mondja, nem is olyan egyszerű kiválasztani a több ezer fotó közül. Ezen a képen a zöld szín számtalan árnyalata megtalálható, ami Izlandra nagyon jellemző. A jég és a tűz országa. Ezt a címet adta Réka a kiállításnak. Ez egy olyan csodaország és olyan látvány, amit szerintem minden fotósnak látni kell. 6 évvel ezelőtt volt ez az út. Több mint 3000 képet készítettem, hiszen ilyenkor tényleg folyamatosan az ember, amit lát, azt úgy érzi, hogy meg kell örökítse, és ami nekem a legjobb és a legszebb volt így fotós szemmel, hogy gyönyörű színek voltak, például a zöldnek megszámlálhatatlan árnyalata van Izlandon, és ez, amióta ugye színesre fotózunk, ez mindenképpen feldobja a képeket. Most 34 képet hoztam ide a könyvtárba, és hát remélem, hogy minél többen megnézik. Mindig nehéz a válogatás, egyrészt mert sokat fotózok, másrészt mert nekem, ha ott vagyok egy helyszínen, mindig benne van az érzés is, a millió, tehát hogy ott hogy éreztem magam. Nekem mindegyik tényleg a szívemhez nőtt, de amikor például olyan helyen jár az ember, hogy arra is vigyázni kell, hogy hova lép, mert úgy forrong a föld a lába alatt, az valami fantasztikus érzés, és tényleg ilyen kénszag van a levegőben, tehát egy egész más szituáció, körülmény, helyszín, mint amit mi itt Magyarországon, vagy bármelyik ilyen turista jellegű célországban eddig megtapasztaltunk. És hát a színek, azok valami fantasztikusak. Igen, mintha egy ilyen felfokozott színorgia lenne. A zöldnek is rengeteg az árnyalata, de a képeken is látszik, hogy a kékek is egész más kékek. Ott kevesebben élnek Izlandon, és valószínű, hogy kisebb ugye a légszennyezés, bár vannak vulkánok, tudom, és egész más a levegő, de mégis ettől lehet az, hogy sokkal tisztábbak a színek, és élénkebbek. A kiállítást Gruber László, középiskolai földrajz tanár nyitotta meg, aki régi jó barátként 6 évvel ezelőtt csábította ki Rékát Izlandra. Ő maga 2010-ben járt kint először, azóta rendszeresen visszatér, nagy szerelmes
mellette páratlan természeti szépségű, különleges szigetországnak. Az eddigi 6 út, amin részt vettem, szerintem ha az összes fotóját összeszedném, nem tudnék fele ilyen kiállítást produkálni belőle, tehát ehhez szem kell. Na most a Réka gimnazista korom óta ismerem, tehát tudom, hogy már akkor is a fotózás nagy szerelmese volt, tehát ő neki ez nem csak, sőt nem elsősorban munkahely, mondjuk így hivatalosan, hanem tényleg egy hobbi, egy szórakozás, és látszik, hogy szívét, lelkét beleadja. Izlandon pedig még a színeket is sikerült neki jó beleadnia, és hát nekem is van egy kedvenc fotóm benne, ez Izland ugye jó részt bazaltból épül föl, és itt van egy nagyon szép riolitos rész, ami a Színeshegy. És a Színeshegyet úgy elkapta a felhőkkel, amelyek fölötte vannak, hogy valami döbbenetes. Talán azt mondhatom, hogy ez a kedvencem, de nem akarom, hogy a többi kép megsértődjön. Csodálatosak a vízeséses képei szerintem. Ugye itt vannak olyan vízesések, ahol annak idején filmeket forgattak meg még most is, például ilyen a híres Skogafossz, vagy éppen a Jökulsárlón nevezetű tengeri öbölnek a hihetetlen jégsziklái, így idézőjelbe értve, vagy jégformái, amelyek a borjadzó Vatna-Jökull belföldi jégtakaróból bekerülnek a vízbe, és ott úszkálnak, és itt is egyébként forgattak filmet, már valamelyik James Bond filmnek volt a forgatási helyszíne. És ezen kívül, ugye talán közhelyszámba megy, hogy Izland a tűzési jég földje, én azt mondanám, hogy legalább annyira a vízesések földje is, hihetetlen az a változatosság, ami jellemzi, és ne felejtsük el azt, hogy valójában Észak-Amerika és Európa határán vagyunk, hiszen Izland nyugati, észak-nyugati része Észak-Amerikához tartozik geológiailag, a másik fele pedig Eurázsiához, és ez egy ilyen szétnyíló övezet, nem véletlen, hogy nagyon gyakoriak a földrengések, illetve hát a vulkánok is kitörnek, ahol nem igazán az a veszély, hogy most lávát lövelnek ki, hanem inkább az, hogy megolvasztják a környezetükben vagy fölöttük levő jeget, és abból olyan hatalmas, szép izlandi szóval élve jökulhlaupok lesznek, ezek a jeges árvizek, hogy elvisznek mindent, ami az útjukba kerül, és így történt ez 2011-ben is, amikor Rékáikkal kim voltunk, utunk előtt 3 nappal az ország egyik leghosszabb hídját a főúton elvitte egy ilyen jeges áradat, és ott álltunk, és nem tudtuk, hogy mi lesz. Hál' Istennek az izlandiak tudták, hogy a turizmusból élnek jó részt, ezért építettek egy új hidat helyette, de döbbenetes látvány volt látni azt, hogy a régit hogy rombolta ez az áradat. A kiállítás október végéig tekinthető meg a Dunaföldvári Berze Nagy Ilona városi könyvtárban nyitvatartási időben. Minden munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, szantlátásra!